Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket. Javában zajlik a Városgondnokság útfelújítási programja, ami továbbra sem ért véget, de hogy mi az, ami már eddig elkészült, illetve mi az, ami még folyamatban van, az esti mérlegből kiderül. Tartsanak velünk! Átadták a megújult Mária-völgyi úti járdát Öreghegyen, majd a műszaki átadást követően a Zsolnai úton elkészült betonlapos járdaszakasznál folytatódott a helyszínbejárás csütörtökön délelőtt. Már jó ideje felmerült az itt lakókban az igény, hogy az előregedett, deformált burkolatot megújult formában használhassák. Öreghegyen nem csak az utak állapota, hanem a járdák állapota vagy hiánya is problémát okoz. Ezért nagyon örülök annak, hogy most lehetőség nyílt elég sok helyen beavatkozni és megoldani a problémákat. Az egyik ilyen helyszín a Mária-völgyi út, ami igen nagy turista forgalmat bonyolít le, hiszen Székesfehérváron a belváros után a Mária-völgyi útra a Borivárba jönnek legtöbben. Már az idei öreghegyi mulatságokon is tapasztalhatták, hogy elkészült a térköves járda folytatása, így már kultúráltan lehet kiszállni a parkoló autókból, az autóbuszokról, nem balesetveszélyes most már ez a helyzet. Az egyik oldalon térköves járda készült, a másik oldalon pedig aszfaltos, hiszen az egy nagyon furcsa technológiával épült régen. A csapadékcsatorna ment a járda alatt, úgyhogy nagyon komplikált volt felújítani, és igen balesetveszélyes volt. Egyes fémek is látszottak már az úton. És ugye ott a Zsolnai úton is történtek felújítások. A Zsolnai úton a szennyvízvezeték kiépítése után történt meg az út helyreállítása, azonban ez még mindig problémákat okoz. A garanciális idő lejártával egy alaposabb felújítást kell kérnünk majd a kivitelezőtől. Addig is próbáljuk megoldani azokat a problémákat, amik vannak, és ott is nagyon sok szakaszon hiányzik a járda. Ez egy távlati fejlesztésben szerepel, hogy esetleg egy nagyobb felújítása, esetleges bicikliút, azonban én úgy érzem, hogy ez nagyon-nagyon sok időt venne igénybe, a problémákat pedig azonnal kell megoldani, úgyhogy a Zsolnai úti buszforduló környékére telepítettünk most egy betonlapos járdát, és ezt folytatni fogjuk jövőre is az anyagi lehetőségek fényében. Július közepén el is indult a munka Öreghegyen a Vágújhelyi út és a Borpalackozó között, ahol a koporréteg eltávolítása után sor került az aláépítményi hiányosságok javítására, az oldalmegtámasztás kialakítására, majd új koporréteget kapott a burkolat. A Borivár felőli szakaszon pedig a régi aszfalt burkolatot térkő burkolatra cserélték. Ezzel párhuzamosan a Zsolnai úton is történtek újítások a biztonságos közlekedés céljából. Felmerült az igény, hogy a Mária-völgy Borivár környéki járdákat, előregedett, deformált burkolatokat építsük újjá. Ennek keretében július közepén kezdtük meg a munkát a családi házas oldalon a Vágújhelyi út és a Borpalackozó között. Zsolnai úton pedig augusztus elején kezdtük meg a betonlapos járda építését, ott nagyon régi igény volt és nagyon nagy problémát jelentett, hogy a Lomnici utca és a Zsolnai forduló között egyáltalán nem volt gyalogos közlekedés biztosító létesítmény. Ennek kielégítésére épült most egy háromsoros betonlapos járda, ami ezt az ott lakók részére lehetővé teszi a buszról való leszállást követően a biztonságos körülmények között való gyalogos közlekedést. A másik kérdésére pedig az a válasz, hogy betonlapos járdáknál az nagyon fontos tudni, hogy a beépítés követően a konszolidáció körülbelül egy hónapos időszak, amikor beáll ugye a környező terület, illetve az alépítmény, hogy az biztonsággal billegésmentesen használható. Gyalogosoknak azonnal használható, de sajnos az egy bevált gyakorlat, hogy ahol erre fizikailag lehetőség van, ott a személyautók sajnos rámennek. Ez egy friss állapotban bizony problémákat okoz. Ez történt vasárnap is a szombati eső után. A Királycukrászda környékén az oda látogatók átjártak rajta, a lezárás ellenére átmentek rajta személyautóval, és ez deformációkat okozott. Azóta ezt kijavítottuk, és reméljük, hogy ha az egy hónap eltelik, akkor ez a fajta terhelés már nem fog problémát okozni a járdában. És régóta problémát jelentett, hogy a Lomnici utca és a Zsolnai forduló között nem volt járda. Így a Zsolnai úton augusztus elején megkezdték a betonlapos járda építését, melynek felújítása jövőre is folytatódni fog.
Ez pedig már a Királykút lakónegyed. Ezek az autók már a felújított parkolóban állnak. A területen korábban töredezett aszfalttal, beszakadt útfelülettel, hiányos felfestéssel találkozhattak az autósok, ami a parkolást is nehezítette. Jelenleg kulturált környezetben több mint 110 autó tud leparkolni itt. Nagyon gyorsan próbáltuk megcsinálni, tehát a kivitelező rövid határidővel vállalta a munkát, körülbelül egy hónap alatt sikerült ezt a parkoló felújítást elvégeznünk. Az Orinoco Kft. Nyerte el közbeszerzésen ezt a munkát, 38,5 millió forintot fizettünk ki a 2017 évi útfelújítási programunk részeként. 3000 négyzetméter aszfalt, több mint 1000 négyzetméter szegély, tehát egy teljes felújítást végeztünk, újra felfestve a burkolatot. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon jó műszaki színvonalú, teljesen megújult burkolatot tudtunk. Egy közel 50 éves parkolót újítottunk ezzel föl, remélem, hogy a következő 50 évben ez az itt lakókat fogja szolgálni. Az év folyamán, a nyár folyamán is folyamatosan zajlottak a parkoló kialakítások, parkoló felújítások. Jelenleg a városban hol dolgoznak a szakemberek, mire lehet még számítani? Szerencsére ennek a felújítási programnak azért már a vége fele járunk, azért még nagyon sok helyen dolgozunk. A legnagyobb munka jelenleg az a Horváth István lakótelepet érinti, ott gyakorlatilag a teljes lakótelep összes útját és járdáját fel fogjuk újítani. Itt kérjük a legnagyobb türelmét az ott lakóknak. Ettől függetlenül ez a legnagyobb munka, emellett rengeteg munkaterületünk van azért még mindig nyitottan. Idei évben közel 100 helyen végeztünk el parkoló felújítást, útfelújítást, járdafelújítást, parkokat újítottunk föl, tehát nagyon sok területen sikerült idén felújítanunk a város területén. Most már leginkább nem is kimondottan a rendelkezésre álló forrás akadályozza a város fejlesztését, hanem egyszerűen a városlakóknak a tűrőképessége. Tehát nem lehet az egész várost egyszerre lezárni, nem lehet az egész városban egyszerre forgalomkorlátozást bevezetni, illetve azért a helyi vállalkozók, illetve az építőipari kapacitás is korlátos. A területen elhelyezett kukaketrecek jelenleg 8 parkolóhelyet foglalnak el. A szakemberek keresik annak lehetőségét, hogy a tárolók máshol kapjanak helyet. A parkoló 38,5 millió forintból újult meg, a fejlesztések azonban ezzel nem fejeződnek be a város részben. Királygudi belső nagyöböl parkoló rendkívül rossz állapotban volt, itt az aszfalt rendkívül töredezett volt, sok helyen beszakadt az útfelület, a parkoló felülete, mindamellett pedig a parkolók felfestése is már évek óta hiányoztak, tehát egy kicsit olyan kaotikus állapot alakult ki. Én amikor évekkel ezelőtt már láttam, hogy ilyen problémák vannak, akkor már érezhető volt az, hogy ha meg lesz ez a fajta városi költségvetés, akkor mindenképpen ezt a feladatot fel kell karolni, és ezt a feladatot meg kell oldani. Hála Istennek ez most ebben az évben sikerült, és most azért állhatunk itt, hogy erről beszámolhatok. Ez egy 38,5 millió forintos értékben elkészült, és 115-116 autónak ad lehetőséget arra, hogy itt parkoljanak megfelelő kulturált viszonyok között. Az ünneplés mellett azért fontos elmondani azt is, hogy szeretném megoldani azt a problémát, hogy a következő hetekben, hónapokban, hogy itt a kukaketreceket, kukatárolóketreceket mindenképpen szeretném valahogy elhelyezni, áthelyezni, mert ez jelen pillanatban 8 személyautónak foglalja el a helyét, és amilyen nagy gépkocsi parkkal rendelkezik ma már Székesfehérvár, hála Istennek, én azt gondolom, hogy ez a 8 személyautónak az elhelyezése is rendkívül fontos lenne. A nyár folyamán további fejlesztések is megvalósulhattak a város részben. Mik voltak ezek? A Kiskut útjának, úgynevezett utca szerkezete újult meg, új aszfaltot kapott, 11 millió forint értékben. Ennek az útnak majd fontos szerepe lesz, hogyha a Deponia Kft. Ezen az úton majd fog közlekedni az új telep helyének irányába. Ezen kívül a Keltalja utcai járda újult meg, Keltalja utca Fecskeparti járda újult meg. A Fecskeparti utcának a fele készült el 3-3,5 millió forint értékben, ez egy járólapos járda, és a Kund utcában készült el még egy járda, ez egy olyan 3,3 millió forint értékben. Ezen kívül aztán pedig majd a következő évben az Oncsa telep következik, ott még van három nagyon hosszú utcám, az Agyag utcára gondolok, itt a Hajnalra és az Orgonára, ezek a következő lépések lesznek majd, egyszerűen fizikálisan nem fértek már bele ebbe a naptári évbe, pénz megvan, csak egyszerűen kivitelező az, aki nem tudott rendelkezésre állni. Úgyhogy innét is üzenem a lakóknak, hogy egy nagyon pici türelem, egy nagyon rövid tél, és akkor tavasszal ott folytatjuk a felújításokat. Miközben pedig már azon gondolkodunk, hogy itt a Királykút lakó egy kettes ütem hogyan tudjon folytatódni, mert itt aztán az öbölből, ha kimegyünk, akkor látjuk a viszonyokat, hogy a Cserkész és a Mikszáth-Kálmán utcai közötti szakasz rendkívül elhanyagolt állapotban van. Remélem, hogy ez is a következő egy-két évben, és ígéretet is teszek rá, hogy el fog készülni.
a Berényi út felújítása is folytatódik. Így van, a Berényi 2-es ütem is folytatódni fog, ez a Tompától egészen a Cserkész utcáig nyúlik le. Hát 1910-es években megépített csapadékvízelvezető csövek vannak a földben, ezek már töredezettek, szétmállottak, úgyhogy azt néha egy-egy nyári felhőszakadás kapcsán szoktuk érezni, itt az Olaj utca előtt, a benzinkút előtt milyen hatalmas nagy tócsa tud kialakulni, vagy kisebb Balaton, ha így is fogalmazhatok, kicsit megfelelő cinizmussal. Hát ez most nagyon szépen alakulnak a dolgok elkörül, a tervezés, fejlesztés körül, és én azt gondolom, hogy akkor 18 tavaszán ennek villámgyorsan neki lehet állni. Már előre vizionálom a lakosság irányába, hogy nagyon-nagyon nagy türelem szükséges ehhez, de mindenképpen szükség van erre, hogy ez is megújuljon és szép legyen, és hát valahol így aztán találkozik az A00-val is majd ez a történet. Én azt gondolom, mert hát Felsőváros csapadékvízelvezetését maximálisan minden oldalról, az égtáj, minden égtájról meg kell oldani, és hogy itt találkozzanak ezek a gondolatok, ehhez türelem kell az emberektől, de én azt gondolom, hogy itt 30-40 éves problémákat már nem lehet tologatni, ezeket meg kell oldani. Az Előd utcában is dolgoztak a szakemberek az elmúlt hónapokban. Most még kicsi a forgalom, az iskola kezdéssel azonban sokan autóznak erre, hiszen több mint 600 gyermek jár a hétvezériskolába. Az egyirányú utca jobb oldalán parkolni is lehet. Közel 20 millió forintból valósult meg az útnak a felületének a cserére, illetve a csapadékvízel áraknak a megépítése. Az utcán kialakítottunk egy olyan parkolásra lehető területet, ahol a szülők majd meg tudnak állni. Nagyon gyorsan elvégezte a kivitelező a munkát, szerintem mindenki örülni fog neki. A felújítás májusban kezdődött és mostanra fejeződött be. Évtizedek ezelőtt készült ez az utca, nagyon elhasználódott neki az útnak a felülete, illetve balesetveszélyessé is vált. Az aszfalt teljesen eltűnt, szinte por, nem is lehetett aszfaltnak nevezni. Most két rétegű aszfalt került az útnak a felületére, és ezzel megerősítve az útnak a szerkezetét is. Ez a fejlesztés városi költségvetésből a Sára Gyula program keretében valósult meg. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!